Tisztelt kollégák, tisztelt elnökasszony, engedjék meg, hogy egy mottóval indítsam ezt a mai előadást, amelyhez a bevezető türelmüket már köszönöm. Orwell attól félt, hogy lesznek, akik betiltják a könyveket. Huxley viszont attól, hogy nem lesz miért betiltani a könyveket, mert nem lesz, aki olvassa őket. Orwell azoktól tartott, akik megfosztanak majd minket az információtól, Huxley pedig attól, hogy annyi információ lesz, hogy végül passzivitásba és egoizmusba süllyedünk. Orwell attól félt, hogy a Big Brother néz minket, Huxley pedig attól, hogy nem ő néz minket, hanem mi őt. És végül is Orwell attól félt, hogy az igazságot elfedik előlünk, Huxley pedig attól, hogy az igazság teljes érdektelenségbe merül. Attól tartok, hogy nem Orwellnek, hanem Huxleynak volt igaza. Így kezdődik Neil Postmannek az 1984-ben megjelent Amusing Ourselves to Death című munkája. Ez éppen az a dátum, tisztelt kollégák, amikor az Y-generáció, amely nemrég már elfoglalta munkahelyeit a világban, és nagykorú lett, szóval éppen akkor jelenik meg, amikor ők körülbelül 2-3 évesek. És minthogyha Postman azzal akarna megkínálni minket, hogy megint egy disztópia mellett állást foglal, ez lesz az a disztópia, amely jelenleg a mi pillanatunk, a mi szupermostunk, a mi jelenünk. Én erről szeretnék ma önökkel beszélgetni. A kérdés, amit itt ezen a prezentáció látnak, az az, hogy merre tartunk. Kérem önöket, hogy ne választ várjanak, hanem egy rövid 15 perces utazást, most már csak 12-t, és az időre nagyon figyeljünk oda. Az állításom az lesz, hogy bizony elfelejtettünk valami lényeges prioritást adni annak a generációnak, amely most felnő, és bár nem szeretnék Ludditának tűnni, és Ned Ludlum mintájára valami technofób állapotot előállítani itt, de ezekről a képekről fogok önökkel beszélni, majd vissza fogunk kanyarodni ezekhez, tehát egy ilyen utat fognak látni, és majd visszatérünk a képekhez. Ezek lesznek a témáim, amikor ma megpróbálom bebizonyítani, hogy a prioritások helyére, amit az idő érzékelésében nagyon fontosnak tartunk, betettük a technológiát. Egy generációra azt mondjuk, hogy klaviatúrával a keze alatt született, és mégis kizárólag, vagy úgy tűnik, hogy nagyrészt csak arra törekszünk, hogy még további klaviatúrákkal és üvegfelületekkel lássuk el, ahelyett, hogy valami egyéb időbeli prioritással frusztrálnánk. Én folyamatosan fogom önöket frusztrálni. Szeretném, ha egyfolytában megosztanák a figyelmüket, miközben a szupermos generáción gondolkodunk. Néhány fontos esemény azért történt mostanában, és annyira ne zavarja meg a figyelmüket, leállítom, és az utat kell nézni. Szóval engedjék meg, hogy néhány fontos adatot megosszak önökkel, amelyek igazán lényegesek lehetnek abban, hogy mérlegeljünk. 2012-ben, amikor Magyarországon meghirdetik a NAP, vagyis a Nemzeti Agykutatás Programot, akkor Frany Tamás azt mondja, hogy 2010-ig az európai országok, legalábbis 30 európai országban az agybetegségek gyógyítására és egyáltalán az ezzel kapcsolatos terápiára költött pénz 798 milliárd euró volt, és ez jelentősen meghaladta összességében a diabéteszre, szív- és érrendszeri betegségekre költött összeget. Vagyis az aggyal történik valami. 2015-ben, hogy itt váltogassam a nézőpontokat, éppen most nemrég cikkeztek is róla, megjelent a legfrissebb OECD jelentés a diákokról és a tanulásról, amely azt mondja, hogy azok a diákok, akik nagyon nagy mértékben férnek hozzá komputerekhez és modern technológiához otthon és az iskolában, azok egyre rosszabbul teljesítenek egyéb tanulási tekintetben. Egy picit mindenki, mintha most meg lenne ijedve, az a prioritás, amit kitaláltunk, a több klaviatúra és a több üveg, mintha abban a tekintetben nem művelte volna tovább a generációkat. 2013-ban az American Economist-ban cikkek jelennek meg ugyanakkor arról, hogy egy jó tanár, egy karizmatikus és nem ilyen prezentációkkal tanító tanár felbecsülhetetlen érték, milliókat hoz a társadalomnak a diákjai teljesítménye alapján.
És végül, de nem utolsó sorban, egy nagyon fontos dolog történt 3 napja, tisztelt kollégák, Magyarországon, Makláron elszabadult egy óriás kígyó, és ezt onnan tudjuk, hogy valaki, amikor látta, hogy éppen egy sinen mászik át, akkor azonnal készített róla egy fényképet, feltöltötte az egyik közösségi portálra, rengeteg megosztást kapott a kép, míg végül eljutott egy hüllőszakértőhöz, aki riasztotta a rendőrséget, illetve a tűzoltókat, hogy mégiscsak meg fogja ijeszteni ez az óriás kígyó az embereket, talán valamilyen szakértelemmel be kéne gyűjteni. Azért fontos információ ez, tisztelt kollégák, mert senki nem hívta a tűzoltókat vagy a rendőrséget abban a pillanatban, amikor meglátta az óriás kígyót, hanem lefotózta és megosztotta. 2 napig csak megosztották, azóta valószínűleg a hüllő már nem él. Kérdés, hogy ki gyászolunk jobban. Nos, a szupermost generáció, vagyis ez az időben megosztó, időben élő, az most és ittben élő generáció, ennek az elnevezése egy Dell Orto nevű Viacom szakértőtől származik, aki 2011-ben egy nagy technológiai kiállításon megnevezte, vagy így nevezte el az Y-generációt. Tudják, ezek azok a klaszterek, amelyeket a születési éveik szerint nevezünk el. Ugye az Y-ok 1982-től születettek, és ugye a Z-k pedig 1995-től, tehát egymásba másznak egy kicsit a generációk. Szóval a lényeg az, hogy Dell Orto azt mondta a szupermostokról, hogy ők a világ populációjának 34%-át adják, a vásárló erejük 1 trillió dollárra tehető, de ami a leglényegesebb, a pillanatban élnek. A pillanatban, az ittben és a mostban. A hibázást, ilyen értelemben tehát a kudarcok felismerését, vagy akár a jövőbe tekintést bármilyen félelemmel pedig kiküszöbölték az életükből. Ez az a generáció, Dell Orto szerint, és aztán később még emlegetek forrásokat, amelyek jobban iskolázottak, mint bármely korábbi generáció. Ugye a 45-ben született első, Amerikában első média generációnak nevezettek közül 10-ből csak 1 szerzett diplomát. Ugye a milleniumi nemzedékről azt mondjuk, hogy már 3-ból 1 szerez egyetemi diplomát, és a most fiatalok, most kamaszok közül pedig valószínűleg már még szorosabb lesz, vagy még nagyobb számú lesz ez a végzettségi ráta. Nos, nagyon vonzónak tűnik a pillanatban élni, mindig csak az itt és mostban, kiterjeszteni az időt végtelenné. Ugyanakkor azért felhívom mindannyiunk figyelmét arra, hogy Thomas Hilland Erikson 2000 tájékán megjelentett egy könyvet, magyarul is megjelent egyébként 2009-ben, nem igen olvassuk, mert valahogy éppen már idejét múlt lett, mire megjelent. Szóval ez a norvég szociálantropológus azt mondja a 2000-es évek legelején, hiszen a magyar fordítás csúszott valamennyit, azt mondja, hogy a legnagyobb bajunk a technológia kapcsán az idővel van. Márpedig az idő, ahogy ő is mondja, és hozzá hasonlóan igen sokan, az idő nem valamilyen feltétlenül érzékelés, hanem az emberi életben a priorizálás. Mit csinálok először, másodszor? Mi fontosabb és mi kevésbé fontos? Mit mérlegelek és mit vetek el? Tehát priorizálás és szelekció. A 2000-es évek elején Erikson azt mondja, hogy ami eltűnik az életünkből a technológia hatására, az tulajdonképpen a lassú magánidő, amelyet nem közvetítünk, és amely nem mérhető valamely számítógép bármilyen statisztikájával, vagy bármely gép időszámolójával. Egyébként nem kell ennyire csak a kutatókat nézzük, csak emlékezzünk vissza, gondolom, sokunk olvasmány élménye Milán Kunderának a Lassúság című regénye. Engedjék meg, hogy egy rövid gondolatot idézek ebből, ugye 96-ban jelent meg Magyarországon, 94-ben írta a szerző. Titkos kapcsolat van lassúság és emlékezet, illetve a sebesség és a felejtés között. Idézzünk fel egy lehető leghétköznapibb helyzetet, egy ember megy az utcán. Hirtelen vissza akar gondolni valamire, de cserben hagyja az emlékezete. Ekkor ösztönösen lelassítja a lépteit. Ha viszont valaki el akar felejteni valami nemrég történt kínos esetet, akkor akaratlanul is meggyorsítja lépteit, mintha csak el akarna távolodni attól, ami az időben túlságosan közel van hozzá. Az egzisztencialista matematikában ez a jelenség 2 elemi képlettel írható le, tisztelt kollégák.
A lassúság foka egyenesen arányos az emlékezés intenzitásával, a gyorsaság foka pedig egyenesen arányos a felejtés intenzitásával. Mindebből csak azt szeretném mondani, hogy miközben nagyon büszkék vagyunk arra a generációra, amelyből már ennyien szereznek diplomát, elfelejtjük, hogy talán nem adtuk meg az időn folyamatosságában a múltban és a jövőben való élet lehetőségének a prioritásait. Igen, nem arra gondol valaki, aki majd a konstruktort lát, hogy talán valakinek két nap múlva ez bajt fog okozni, hanem arra gondol, hogy most és itt van ez a kígyó és én, és ezzel kellene valahogy az időben kiterjesztve magamat és a létemet tenni valamit. Nos, persze nem csak Dál Ortó mondja a Viacom vezéreként 2011-ben, hogy ez a generáció az időben kiterjesztve az itt és mostban él. Az idő mindenféleképpen probléma már a Z-generációnál is, tehát ők azok, akik 95 után születnek. A McCrindle Ausztrál Kutató Központ, illetve Tanácsadó Központ nem olyan rég jelentette meg ezt a bizonyos infografikáját, amit az előbb már mutattam önöknek, amelyben azt mutatja be, hogy ez a generáció hogyan áll az időhöz. Egyrészt csak néhány apróságot hagy emlegessek ebből egyébként nagyon dús, és ahogy az előbb előadásban hallhattuk, nem is igen feldolgozható előadásból. Az egyik az az, hogy ez a generáció hamarabb lép a pubertáskorba, később házasodik, mielőtt szülne, nagyon magas fokon tanult, az egészségére nem igazán figyel oda, te talán, ami a legérdekesebb, hogy miközben mindent megél, és ez is a szupermos sajátossága, folyamatosan otthon van. És ez a következő olyan tétel, amelyre szeretnék ma kitérni, és itt néhány további kutatást megmutatni. Vagyis, igen, látják, ilyen egy nagyon korszerű prezentációs technika. Állandóan le kell állítanom. Szóval van itt néhány olyan adat, amellyel érdemes foglalkozni, és engedjék meg, hogy egy provokatív mondattal vezessem mindezt be. Tisztelt kollégák, nincs értelme ma már kutatni. A Big Data világában, amit ott látnak is, egyáltalán nincs értelme önálló kutatásokat pénzelni, és aki most megharagszik rám, az nyugodtan tegye. Mert bár nagyon fontos a saját személyes érdeklődésünk, és biztos találhatnánk arra forrásokat, hogy pont ehhez megtaláljuk a támogatót és egyáltalán a kapacitást, mégiscsak azt gondolom, hogy egy csomó adat rendelkezésre áll. Az a kérdés, hogy csúnyán fogalmazva le tudjuk-e kutatni a saját szempontunkból, vagy az a kérdés, hogy egyáltalán tudunk a Big Data korába bármilyen adathoz valamilyen jelentést kapcsolni, hogy értsük is, hogy mindaz hogyan állt össze valamivé. Nos, ez a néhány adat azt mutatja, hogy ez a szupermos generáció, amellyel mi dolgozunk, amikor tanítunk, ez valóban egy kicsit más, mint amiben mi nőttünk föl. Ugye az első, amit itt talán nem látható jól, az a Big Data. Ők lesznek azok, akik olyan magas fizetésekkel helyezkednek majd el azért, mert adatokkal dolgoznak, amely nem összevethető ma már egy orvos, még Amerikában se, vagy egy egyetemi tanár fizetésébe. Ezt pillanatnyilag nem tudom, tudják-e, de a Big Data iparágban az éves fizetés kb. 104 ezer dollár évente. Ez azt jelenti, hogy meghaladja mondjuk egy egyetemi tanár fizetését az Egyesült Államokban. Azt is tudjuk, hogy ez a generáció, ami a mostban él, egyáltalán nem antiszociális, ugye itt Abugede-nek a kutatásai, sokkal inkább jellemzi egy nagyon nagy fokú narcizmus, állandóan önmagát látja abban a kitágított időben és térben. A grandiozitás úgy érzi, hogy nincsenek határai képességének, hiszen a technológiai révén bármi elérhető. Az impulzivitás, vagyis megint a mindig egyszeri idő megragadásának a lehetősége, a sötétségre való hajlam és az infantilis regresszió, vagyis a gyerekkorba való visszatérés. Tapscott szerint, és ezt az előbbi előadásban is hallottuk, egészen másképp dolgozzák fel az információkat. Az első, és ez megint a szupermos generációjának jellemzője, személyre kell szabni, neki kell, hogy szóljon. Nyilván önök is tudják, milyen küszködés ez, például egy tankönyvírás, vagy egy standard
műveltséget előíró, mondjuk alaptanterv szövegezése esetén, hogy lehet azt mindenféle reformmódszertől függetlenül vagy azzal együtt testre szabni, amit mindenkinek tudnia kell, vagy amiről úgy gondoljuk, hogy mindenkinek tudnia kell. Ez a generáció Tapscott szerint elsősorban szórakozni szeret, szeret kollaborálni, de a kollaboráció nem jár feltétlenül hosszú kötődésekkel, ezek inkább détakötődések, és egy nagyon-nagyon nagy szabadságot kíván magának. Ez persze, azt kérem, hogy ennek a szabadságnak a körülírását még senki nem kísérelte meg, hogy a szabadság az csak a választásra vonatkozik-e, vagy például vonatkozik-e arra, hogy ezzel a szabadsággal nem csak jogok, hanem kötelezettségek is járnak. Tehát ugye ezt nem igazán látjuk. A Sonia Livingston Ranjana Das kutatás az azt mutatta meg, hogy tele vannak az európai háztartások számítógépekkel, és ennek ellenére minden, tehát mindent meg lehet élni otthon, létrejön az úgynevezett speciális gyerek, és létrejön a hálószoba kultúra, az otthon, az adott pillanatban megélt kultúra. Nem kell kimenni, ugye egyre kevesebb gyermek születik az európai országokban, azt az egyet, azt a felet nagyon féltjük, az ne menjen ki a világba, ne tapasztaljon, ne találkozzon a tegnapi kígyóval, és ne aggódjon a holnapi rémületért, hanem abban a pillanatban otthon élje meg, és terjessze ki a nem ott létben a teljes jelenlétet a globális világban. És végül, de nem utolsó sorban visszatérnék erre az OECD jelentésre, mert hogy ez, tisztelt kollégák, egy nagyon-nagyon fontos mérföldkő szerintem a szupermos generációról, vagyis kiderítette az OECD most, hogy ott, ahol, és egyébként Magyarországra ez sokszorosan jellemző, hogy ott, ahol relatíve magas, ugye Magyarországon az otthoni számítógép használat egy átlagos gyermek, iskoláskorú gyermek esetén 96%-os, ez azt jelenti, hogy majdnem mindenkinek van otthon számítógépe. És az iskolai számítógép ellátottság is a kérdezettek tekintetében 76%-os volt. Ez is nagyon magas szám. Mindezek ellenére, amikor összevetette az OECD ezeket az adatokat azzal, hogy milyenek a PISA eredmények a digitális olvasás és a digitális alapú matematika tekintetében, vagy a matematikára vonatkozóan, akkor az derült ki, hogy egyáltalán nem jók. És ahol kevesebbet használnak az iskolában komputert, ott sokkal jobbak az eredmények. Rájött az OECD, mintha rájönni látszana az OECD arra, hogy, vagy mi is rájönni látszanánk, hogy sokkal erősebb összefüggés van az általános műveltség, az írni-olvasni tudás, a valóságos kapcsolódási képességeink és a digitális képességeink között. Vagyis nem biztos, hogy a digitális tanítás révén kell visszanevelni minket arra, hogy olvassunk. Lehetséges, hogy elég annyit tudni, amennyit a, most egy kicsit vadat fogok mondani, a középkorban tudtak. Lehetséges, hogy nem a technológia fogja megoldani, hogy többet tudjunk. Mert azt már régóta sejtjük, és ezzel az előbbi előadásban is volt, hogy attól, hogy több az információ, hogy 2004-ben meg is írja ugye Davenport és Beck, attól még kevesebb a figyelem, az fogyasztja a figyelmet, nem növeli. És miközben ez az egész állandóan egy múlt nélküli és egy jövővel nem biztos, hogy számoló időben és térben jött létre, a közben azt látjuk, hogy mintha eltehetetlenedtünk volna. Vagyis, tisztelt kollégák, prioritásnak adtuk a technológiát, rengeteg pénzt költöttünk arra, hogy minden térbe beruházzuk a multimédiát, és most azzal kell szembesülnünk, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy mit rontottunk el, amikor ezt tettük lényegnek. Mikor nem a metafizikai kérdéseket tettük föl, hanem a technikait. Mikor nem a lényegit, hanem az informatikait. Vagyis a kérdés az, merre megyünk, és a befejezés pedig az, tisztelt kollégák, hogy azt javasolnám, hogy ne higgyék el, hogy egyáltalán még ráléptünk az útra. De ha már útban gondolkodunk, akkor legalább néha kételkedjünk abban, hogy ez-e a helyes. Tisztelettel köszönöm, hogy merengéseimet meghallgatták.